Több tízezren tüntettek pénteken Algériában, a főváros Algír mellett, számos másik nagyvárosban, Abdelaziz Bouteflika elnök ellen. A demonstrálók több helyszínen is összecsaptak a rendőrökkel, egy tüntető életét vesztette. Az összecsapásokban megsebesült tüntetőket Nureddin Bedoui, algériai belügyminiszter kereste fel a kórházban a pénteki demonstrációk után. A politikus beszélt az életét vesztett tüntetőről is. Kivizsgáljuk Hassan Benkedda nevű állampolgár halálának okát. Isten kegyelme kísérje, és részvétünket fejezzük ki a családjának, mondta a kórházban az algériai belügyminiszter. A tüntetők több helyen is barikádokat emeltek az utcákon, autókat gyújtottak fel. A demonstrációk azután kezdődtek, hogy az észak-afrikai országot 20 éve uraló, 5 éve agyvérzést kapott, azóta tolókocsis, Bouteflika nemrégiben bejelentette, 5. alkalommal is indul az elnöki posztért.